nagy öröm és nagy megtiszteltetés, amikor a rendőreivel találkozhatom így év elején, ahol a 2000, illetve az előző évi értékelés, kapitáli értékelés után köszönhetem a várománynak a tagjait, és talán már unalmas is lehet, de szerintem önök sem, meg én sem fogom megmondani soha, hogy ezt kell mondanom, hogy ezeket ahhoz csak gratulálni tudok, illetve a város nevében csak megköszönni tudom önöknek az elmúlt évben végzett munkájukat. Én egy kicsit hátrányosabb helyzetben vagyok, vagy előnyösebb helyzetben, ezt Niki döntse el, hiszen Erdredes úr részletesen beszámolt, nagyon impozáns táblázatokat mutatott be, különböző statisztikai adatokkal erősítette meg azt, hogy milyen minőségi munkát végeztek az elmúlt években. Én meg inkább az érzetről tudok beszélni önöknek, annak ellenére, hogy egyébként én is rendszeresen megkapom ezeket a statisztikai adatokat, de nyilvánvalóan nem elemzem folyamatosan ezeket az adatokat, különösen a tavalyi vagy az előző évi adatokhoz nem tudom összehasonlítani, hanem én egy érzetet, egy érzületet tudok csak tolmácsolni önöknek. Az elmúlt esztendőben, ugye ez egy különleges év volt, nem csak az önök életében, hanem a mi életünkben is, hiszen számos kampány rendezvényen, utcafórumon, lakossági fórumon, fogadóórán volt alkalom arra, hogy találkozzak a veszprémiekkel, találkozzak az ő problémáikkal, és ezt főkapitányon is, illetve ezredes úrra is többször kérdezte tőlem, hogy milyen téma az, amiről leginkább előkerül, illetve hogy a közbiztonságot érintette. És örömmel tudom önöknek jelenteni, hogy töredék panasz érkezik. Szinte nincs panasz, azon kívül, hogy nyilvánvalóan van kutyapiszok a járdának, meg vannak olyan veszprémi útszakaszok, ahol a 40 kilométeres korlátozást nem tartják be. De Veszprémben nem az a helyzet, hála jó Istennek, illetve köszönhetően az önök munkájának, hogy idős emberek arra panaszkodnának, hogy félnek otthon egyedül a lakásba, vagy gyerekes szülők arra panaszkodnának, hogy este már nem szívesen engedik el a gyerekeket bármilyen foglalkozásra, mert félnek attól, hogy bármilyen atrocitás érik a gyereküket. Úgyhogy ez egy hihetetlen érték. Ez egy kicsit úgy vagyunk a közbiztonsággal, mint a levegővel, hogy akkor érezzük, a természetesnek veszünk, hogy van. Mi itt Veszprémben el vagyunk kényeztetve, hogy ilyen közállapotok uralkodnak ebben a városban. A hiányát nyilvánvalóan akkor éreznünk, amikor nem lenne. És mivel ez egy nagyon törékeny dolog, ezért nagyon fontos az, hogy ezt az állapotot ezt minden esztendőben kemény munkával kell megtartani. És én biztos vagyok benne, hogy a rendőrség, a városi kapitányság állománya az olyan minőségi állomány, aki képes és alkalmas arra, hiszen hosszú évtizedek óta biztosítja ezt az érzetet. Nagyon fontos, sokszor gondolkodtam azon, hogy mi az, ami okozhatja ezt a nagyon szép teljesítményt, és nyilvánvalóan sok oka van ennek. De szerintem az egyik és nagyon fontos oka az, hogy az elmúlt évtizedekben egy nagyon erős bizalom jött létre a rendőrség és a város lakók között, a városi polgárok között. És ez a bizalom nem önmagától van, hanem ezt ki kell érdemelni, sőt, nem csak ki kell érdemelni, hanem ezt mint egy kincset őrizni is kell nap mint nap. Én azt tapasztalom, azt látom a mindennapok során, hogy a veszprémi polgárok azok bíznak a rendőrségben. És a bizalom mellett egy óriási tisztelettel közelítenek a rendőrséghez. És ez a rendőrségi vagy a rendőri munkának az egyik legnagyobb elismerése, meggyőződésem szerint. Én ehhez szeretnék önöknek gratulálni, hogy ezt a bizalmat, ezt a közbizalmat kivívták. Nyilvánvalóan fontos ezen az úton az, amit Erdredes úr is többször elmondott, illetve a beszámolóból is az látott, hogy a
kötelező rendőri alapszolgáltatások mellett számos olyan tevékenységet is végez a rendőrség, ami nem tartozik klasszikusan ebben a körben, viszont azt a bizalmat, amiről én beszéltem, mindenképpen erősíti. A veszprémi kapitányság egy nyitott kapitányság. Nyitott a kapitányunk, nyitottak a rendőreink, és én azt gondolom, hogy a veszprémi lakosság ezt meg is hálálja, ezt a bizalmat. Nagyon fontos az, hogy nem többszerűen működik a rendőrség, ami megint csak a bizalomnak egy nagyon fontos feltétele, hanem a lehető legszélesebb partnerséget próbálja kialakítani. Hiszen a közbiztonságnak a fenntartása, a közrend fenntartása az nem egy egyszemélyes feladat, hanem abban nagyon sok partnerre szükség van. Nyilvánvalóan az egyik legfontosabb az a lakossággal való bizalom, ami megvan. De fontos az, hogy ez a bizalom továbbra is meglegyen, fontos az, hogy polgármesteri hivatal, a környékbeli polgármesterekkel meglegyen ez a kapcsolat. Hogy az oktatási intézményekkel a lehető legszorosabb kapcsolatot sikerüljön kialakítani. Fontosabb a különböző állami hivatalokkal való nagyon szoros kapcsolat. Fontos nyilvánvalóan a civil szervezetekkel, a polgármesterekkel elindítanak a kapcsolat. Ami megint csak ezek a kapcsolatok, ezek a különböző intézményekkel, civil szervezetekkel jövő kapcsolat, szintén a bizalomra épül. Hogyha nincs meg a bizalom az együttműködő partnerek között, akkor nyilvánvalóan sokkal nehezebb az együttműködés. Úgyhogy én önöknek szeretném megköszönni, és gratulálni szeretnék önöknek a mögöttünk hagyott 2014-es esztendőjét. Azt kívánom önöknek, hogy ezt a bizalmat 2015-ben is tovább tudjuk erősíteni. Amit én tudok ígérni önöknek az, hogy én, mint a város polgármestere mindent el fogok követni azért, hogy ez a bizalom tovább tudjon erősödni. Szerintem is egy fontos üzenet volt az önkormányzat részéről, hogy egy önálló bizottságot állított föl. A város történetében először, ahol már közrendi, közbiztonsági állandó bizottság működik az önkormányzat közgyűlése mellett. Én bízom benne, hogy ez is hatékonyan fogja szolgálni azt a célt, amit megfogalmaztunk, hogy ezt továbbra is a legélhetőbb és legbiztonságosabb megyeszékhely maradhasson. És ezt, kedves urat, szeretném csak annyival kiegészíteni, hogy én azt kívánom önöknek, hogy ne a brazilok példáját, hanem a németek példáját kövessék, hiszen azt gondolom, hogy most ők az eredményesebbek, bármennyire is szeretjük a brazil futballt. Én sok sikert kívánok önöknek, és még egyszer nagyon köszönöm, hogy meghívtak engem ide, és további sok sikert és jó erőt kívánok önöknek az előmunkára. Köszönöm. Mészáros Gábor rendőrhallgatott, a Veszprémi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály Vagyon és Gazdaságvédelmi Osztály. Aki hosszú ideje végzett kiváló teljesítménye alapján bekerült az úgynevezett kiemelt ügyek vizsgálatával foglalkozó csoportba, sorozatbűncselekmények vizsgálati munkájával jelentős eredményeket ért el. Több sorozatcsalás elkövetőinek ügyeit dolgoztak el vádra eredményesen. Precíz, lelkiismeretes munkavégző, aki munkáját megfelelő alázattal, a szakmai játék teljes elhivatottsággal végzi. Parancsnokai visszajelzése alapján munkája kiváló színvonalon, szorgalmával és a rendőri munkai játék elkötelezettségével példaként állítható a bűnügyi szakterületi állomány elé. Köszönöm. Szolgáltalanságú kiemelkedő közjelvédelmi ismeretekkel rendelkezik. Szolgáltalanságú tevékenysége során
fontosságáról, és nem utolsó sorban a hivatás tudatáról. Az alárendelt szolgálatok irányításakor aktívan közvetődik a közvetvédelmi és közlekedési rendészeti munka eredményessége érdekében. Személyes példát mutat a szolgálati okmányok vezetése az elkezdetások, beszámoltatások végrehajtása során. Szolgáltalásunkképpen állított technikai eszközöket megóvja, annak karbantartottságáért jelentős erőfeszítéseket tesz. Tevékenységét önállóan a jogszabályok, utasítások maximális betartása mellett végzi. A sokrétű, felelősségteljes munkája végrehajtása alkalmával bizonyította, a szolgálat ellátása során panaszmentesen és a határidő betartásával precízen teljesít. Köszönöm. Köszönöm a polgármestert és kérek a kapitányság vezető helyettes urat, kísérleti polgármester urat, a hivatali elfoglaltságáért, sajnos távozért el a polgármestert, és megkérem a sajtóképviselőit is, hogy mutatásom kísérletében tárolják át a reprezentációs teremben, akkor majd állományügyesen végeztél el, kapitányság vezető urat a rendelkezésükre fog állni. Köszönöm. Önben jelentettem, hogy a 2014 évben a kapitányság elvégezte a munkáját, és egy zenekarhoz hasonlítottam. Amikor is elmondtam, hogy a különböző egységek együtt zenéltek is, hogy örömteli zeneművét kibőlte. Aztán voltak fals hangok, amire tudtunk benne reagálni, és ennek az eredmények köszönhetően 2014 évben a megyében a Veszprémi kapitányság lett az év kapitányságának. Ami több értékelő szempont alapján állt össze, ugye tavaly évben vezették be a teljesítmény értékelési rendszert, amely bizonyos adatokat tartalmaz, meg határoznak érvelni, hogy mit kell elérni bizonyos bűncselekményekbe, intézkedésekbe. Abban is sikerült a kapitányság között az első elérnünk, valamint egyéb szempontok is szerepet játszottak, például a önkormányzati iskoláknak a véleménye, a lakossági vélemények. Így jött egy olyan remény, hogy a Veszprémi kapitányság egy jó szintű eredményt ért el. Néhány tized százalékon mondott azt, hogy nem kiemelt szintű eredmény lett. De ebben is még ügyetünk a kapitányság között az első. Amit a bűncselekményekről el tudok mondani, az, hogy kismértékben emelkedtek a bűncselekmények száma, de ehhez viszonyítva emelkedtek a fegyverzetések száma is. Tehát növekedett a lopások, a fegyverzetések száma, sértés-sértések száma, viszont ezeknek a bűncselekmények a fegyverzetés aránya növekedett. Itt tavaly évben tavasszal volt a sorozat Veszprémben, amire figyelszolgálatokkal, különböző bűnügyi technikai dolgokkal reagáltunk, és úgy gondolom, hogy ez ősszel, illetve ezért tavaszára már jelentős mértékben csökkent. Ilyen bűnügyi csoportokat tudtunk elfogni, akik nem Veszprémiek. Főleg ugye Kaposváról, vagy Borsodból jöttek, Budapestről jöttek ide, a bűncselekményeket elkövetik. Közlekedési helyzet az, azt mondom, hogy hasonló szintű voltunk 2013-ban, hát van még még olyan területen, akár Veszprém városban is a közlekedési morálon. A halálesetek száma ugyanannyi volt, a sűrűs érintés száma az 200%-kal növekedett, de csökkent nagy mértékben a félsérülések száma. Balesetoknak a fő része az a relatív gyorshajtás, illetve azért 12 esetben volt olyan is, amikor itt a sérülést okozta a balesetet. A halálosoknál el kell mondani, hogy 3-5 baleset volt, ami gyalogos fejlődés volt. De nem az ember az kapcsolódik, hanem ugye a külterülethez. A főútvonal mellett jelzés nélkül közlekedtek gyalogosok, és őket ütötték el. Hány halálos volt? Összesen 5 halálos volt. Hát egy is sok, de ugye nem a verső területek, nem Veszprém volt, hogy ez nem mindig 8-as volt a főnök, ugye 82-esen vannak ilyen. Hát a 82-es út már nem bírja ezt a dolgot. 8-as se, de főnök, de 82-es meg főleg nem bírja, főleg amikor ugye esik a hó, és oda a Cseszneki Szerpentére pedig ugye a motorosok oda kifejezetten kellett szolgatot szervezni, de akár a győrjekkel is közösen, mert így ott régebben voltak olyanok, hogy ott versenyeket szerveznek, és a sűrűs baleset, hogy a vádbaleset a motorosok kapcsolatban nem történt ott. Tehát nem tudom minden ott venni, inkább úgy gondolom, hogy a fejbe kellett rendet tenni. És
ebben az évben is azt tervezzük, hogy kiemelten foglalkozott a közlekedési dolgokkal, főleg most itt a gyalogos, meg kerékpárosra gondolok a városban. Tehát itt ezen a morálon még van. Bőven valamit kell itt a gyalogosok részéről is, meg a kerékpárosok részéről is. Plusz forgalom van, akkor betöltjük a rendőröket, és még mindig a hajléktalanokban van a gond. Ugye Veszprém nagyon jó az ellátás a hajléktalanoknak, és sokan ide jönnek, akik nem is veszprémiek, és élvezik ezt a kvázi jó ellátást. Ugye megvan a szállás is, hogyha kell nekik étel, ital, mindent megkapnak, hogy a mondjuk a hajléktalanokat szeretett szolgáltató. Hát én nem biztos, hogy ilyen mentő.